véget ért ez a rövid kis kalandunk a Disney világában. Búcsúzunk a kis szobáktól, nagyon megszerettük, nagyon kis komfortosan éreztük magunkat a jó kis emeletes ágyon, amin hatalmas játékok voltak. Alapvetően egy jó kis hosszú hétvége, vagy valami ilyesminek mondható volt, amit itt töltöttünk. Egyetlen egy dologra lehetett igazán panaszunk, az sajnos az időjárás, ami azért annyira nem volt mellettünk. Mára egyébként rossz időt mondta, de úgy tűnik, hogy itt Ajner szilárdék nem működnek olyan jól, mert annyira nincs is rossz idő, nem mondom, hogy azért nyári hőség van, de olyan elfogadható. Végül is talán fázni nem fogunk. Mert már az a terv, hogy valahogy bejutunk Párizsba, és ha más nem is, legalább az Eiffel-tornyot megnézzük. Szerintem egyébként másra nem is fog maradni idő. Úgyhogy... bepakoltunk, és elindulunk. Nagyon szépen köszönjük a Vienna Houses-nak, a Magic Circus Hotelnak, hogy itt lehetünk, mert nagyon-nagyon jó volt, nagyon sok érdekes és izgalmas dolgot csináltunk. Na most akkor nézzük meg még ma, mi történik velünk. Sziasztok! Na hát megkezdtük a nagy párizsi felfedezésünket, és már is elérkeztünk egy hihetetlen jó kis toronyhoz, ami nem az Eiffel torony. Nem, hogy luktuk Párizst. Így van, Benny leszavazta, az volt az utolsó kívánsága itt Párizsban, Franciaországban, hogy ne menjünk be város nézni, bár az Eiffel toronyra egyébként kíváncsi lett volna ő is, de azt mondta, hogy jöjjünk el még egyszer, és üljön fel a Karib-tenger kalózaira, és nézze meg újra a Mickey Show-t, úgyhogy... És van itt torony pont elég, úgyhogy neki ez elég is. Úgyhogy visszajöttünk. Szépen a kis transfer buszra felültünk a hotelnél, 5 perc alatt áthozott minket, ez egyébként ingyenes a hotelben megszállóknak. Pikpak, váltottunk egy jegyet mára is. Ami azért annyira pikpak nem volt, de viszont... Miért, hogy mennyi 5 percet állt a sorba, 10-re? Nem álltunk olyan sokkal. Egyébként ez nem sok, szerintem ahhoz képest, hogy szombat van, és tavaszi szünetnek a hete. Egyébként most már azért érezhetően sokkal többen vannak a parkon, mert jobban ilyen többet sorokban jönnek ezen a széles járnak, amikor a fő út itt a parkon belül. Az emberek, amikor tegnap előtt voltunk bent, rossz idő is volt, de megközelítőleg sem voltak ennyien. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mennyit kell majd sorválnunk a Karib-tenger kalózainál. De megnézzük. Viszont a néni el is aludta, ahogyan besétáltuk, kicseréltük a pelenkáját, a néni várja, hogy... vagy a Benny várja, hogy eljussunk az első látványosság, de mutatom nektek a nénit is. Sétálgatunk a kísértett házas Phantom Manor. Valamilyen szellemes háznak, kísértett kastélynak, nem tudom, a kertjében megtaláltuk a temetőt, mindenféle ilyen titkos kriptát, meg dolgokat, és tényleg tök para, mert hogy ez az a része a parknak, ahol egyetlen egy ember sincsen rajtunk kívül, pedig egyébként így körbe sétálható. Na most pont jönnek velünk szembe egy család, de egyébként senki nincs itt. Megtaláltuk ebben a kis csalóka időben a játszóteret is, az indián falut. Abban játszik, a nini meg még mindig alszik. Gyönyörűen sütanom, de nagyon fúj a szél és elég hűvös van. De még mindig sokkal jobb, mint két napja.
Van egy jó kis térképünk, pedig egyébként a telefonomra is van egy applikáció letöltve, direkt itt a parkról, és abban is benne van minden. De valamiért több jó egy kis térképet fogdosni. Mert a telefonnal folyamatosan kamerázunk. Én nem tudom, szerinted lehet? Szerinted igen. Mindenhol lehet, nem? Igen. Szerintem elmondhatjuk, hogy az egyetlen dolog, amiért nem ajánljuk Disneylandet, az az elképesztő mennyiségű sorban állás. Akár van ilyen gyors tikitetek, akár nem. Két napja fastpassunk volt, tehát ez a soron kívüli bejutás minden attrakcióra, ott is kellett azért várni, azzal is. És már azt mondták, hogy ne váltsunk. Nem tudom, hogy miért, a pénztárnál a hölgy. És miután most csak egy pár órára jöttünk be, ezért mondta, hogy váltsunk csak a, nem a stúdióra, hanem csak a parkba jegyet. És ez nagyjából a fele árban, és ez bőven elég erre a 6 órára kb. Amennyire bejöttünk. Most pedig a Karib-tenger kalózai attrakciót nézzük meg Benny kedvéért. Milyen lesz ez, Nini? Milyen? Kincset találunk? Homokban. Hol vagyunk, Benny? A Karib-tenger kalózai. Barlangokban. Képzeljétek el, hogy beálltunk a Karib-tenger kalózaihoz sorba. Egy órát álltunk. Hát legalább egy órát álltunk sorba, iszonyatosan hosszúak. És ahogy beálltunk a fedett részre, elkezdett brutálisan szakadni az eső. A babakocsiknak minden ilyen látványosság előtt van tároló. Ott letettük, de nem fedett természetesen, a kocsi rommázott, tiszta víz. Úgyhogy az esővédőt, amit én nem tettünk rá, mert nem is számítottunk, hogy esni fog, azt terítettük most bele, és azon ül a Benny. És mire kijöttünk, addigra ragyogó napsütés lett megint. Bubu, mit teszel? Te egy vattacukor szörnyeteg lettél, úristen! Na jó, ez Disneyland. Ott vannak, kint a Luffy, Nini is tolja, Csabi posztol valamit. Megkaptuk a kávét, én vagyok AD, itt velem szemben ült Cseba. Minek örülünk? Hogy kaptam vattacukrot. Hogy? Szeretnék egy interjút készíteni veled. Milyen volt a Disneyland? Nagyon jó! Mi volt a legjobb? A Karib-tenger kalózai. Nagyon jó volt még a Buzz Lightyear show, és a Mickey Egér show. Hova megyünk? A Disneylandbe. Nem. A hotelbe. Hotelbe. Vissza is értünk a hotelbe, úgyhogy lassan búcsúzunk is most már tényleg innen, mert hogy
megyünk a reptérre, és este 9-kor indul nagyjából az Air France utolsó napi járata Budapestre, mert hogy 4 van nekik ugye egy nap, kora reggel, illetve így felosztva a nap folyamán, ez az utolsó, ez a 21 óra 25-ös, úgyhogy akár egyébként napon belül is megéri tényleg kijönni, mert reggel 9-re már bent tudtok lenni a Disneylandben, hogyha a 6 órás géppel kijöttök, és igazából este 8-ig szinte lehet nyomulni ott és úgy visszaindulni. Mondjuk kicsit hajszás, ezért jó itt megszállni, de egy ilyen lehetőség is adott annak, aki mondjuk nem akar hotelezni, csak esetleg jönni-menni. A gyerekek még itt nyomulnak mögöttem. Úgyhogy indulunk lassan. Tehát, ha valakinek nem lenne világos, néni, várja a repülőt, várja a repülőt. Na, ezt az automatizált rendszert még meg kell szoknunk. A fiúk zongorázna. Ez a reptér valami csodálatos. Megszoktunk mindig. Figyelj már, ez Nápoly. Nekünk az is jó. Nem jó. Hova szaladnak a pályék? A pici repülőre? Nem, nincs pici repülő. Hát mekkora van? Ilyen. Olyan nagy? Azt a mindenit. Azt nézd, milyen csodálatos. Air France, hello. Nagyon szálló van. Nézd, nocsánya van. Most hol vagyunk? Repülőn. Melyiken? És mi történt a Ninivel? Hogy az?